folyamatosan menekítik ki a magyar turistákat, tűzvész sújtott a görög szigetekről, csak nem 300 magyar van még Rodoszon, Korfun pedig 100 magyarral van kapcsolatban a konzulátus. A görög hatóságok minden ott lévőt ingyen elvisznek a repülőtérre, és az is felszállhat a gépre, akinek elvesztek az iratai. A külügyminisztérium arra kéri a görög szigetekre készülő családokat, hogy ha tehetik, halasszák el az utazást. Aki mégis útnak indul, mindenképpen regisztráljon a konzuli szolgálat honlapján. Vörösbe borult a hegyoldal, és ameddig a szem ellátott, csak sűrű fekete füstöt lehetett látni az éjjel Rodosz délkeleti részén. Genadinnál rendkívül nehézzé vált a helyzet. A szél ugyanis a falu szélére terelte a lángokat, ezek elérték az első házakat, a települést így azonnal ki kellett üríteni. Ez már a sokadik evakuálás volt a környéken. Rodoszon ugyanis már 9 napja ég az erdő, a helyzet azonban továbbra sem javul, sőt, szerdán ismét tetőzik majd a hőség. Az ország egyes területein akár a 45 fokot is elérheti a hőmérséklet. Ez pedig tovább nehezítheti az oltást. Kiégett járművek, elégett növények és épületek, így néznek ki azok a területek, amelyeken sikerült eloltani a lángokat. Ez az étterem tulajdonos mindenét elvesztette. Azt mondja, a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy esély sem volt megállítani. Mindent egyedül csináltunk, a tűz gyorsan terjedt, minden nagyon gyorsan felgyulladt. Az apám és az unokatestvérem is itt volt, mondta a férfi. A tűz miatt a turistáknak is menekülniük kellett, köztük sok magyarnak is. A Rodoszon nyaralók között vannak olyanok is, akiknek az éjszaka közepén kellett elhagyniuk a szállodájukat, a lángok ugyanis megközelítették az épületet. Vannak, akik már holnap mennek haza, mert vagy már véget ért a nyaralás, vagy ugye az evakuálás miatt meg kellett szakítani, mert vagy bezárt teljesen a szálloda, vagy ugye sajnos megrongálódott. Boza Orsolya 9 éve él és dolgozik Rodoszon egy hotelben. Azt mondja, bár ő nincs az érintett terület közvetlen közelében, a katasztrófa őket is érinti. A szálloda működését ugyanis egy időre így is le kellett állítani. Hozzánk péntekig nem fognak új turisták jönni, mivel a mi szállodánk azokkal az utazási irodákkal, amelyikkel kapcsolatban van, felfüggesztették a hétre az összes járatot. A lány szerint azonban a turizmus a kialakult helyzet ellenére sem állt le, sőt folyamatosan érkeznek újabb és újabb vendégek a szigetre. Közben a helyiek közül, aki csak tud, bekapcsolódik az oltásba, sokan az életüket is kockáztatják azért, hogy minél előbb megállítsák a lángokat. Az ismerős még a rodosziak éjjel-nappal azon dolgoznak, munkahelyet, munka előtt, munka után, hogy eloltsák a tüzet. Ezeket a felvételeket már a Korfuból Budapestre tartó járaton készítette az M1 egyik nézője. A levegőből jól látszott, ahogy lángol a hegyoldal. Közben a reptéren kisebb káosz alakult ki, voltak, akik az egész éjszakát ott töltötték az evakuálás miatt. A legtöbbjüknek már csak a földön jutott hely, sok járatot töröltek, és késésekkel is számolni kellett. Görögország légiúton akkor is elhagyható, hogyha netán az úti okmányok nincsenek. Görögországot továbbra is mindenki el tudja hagyni, akár okmányok nélkül is. Erről a külügyi államtitkár beszélt az M1-en. Mencer Tamás emlékeztetett, ilyen esetekben a görög hatóságok a reptéren kiállítanak egy jegyzőkönyvet, amellyel fel lehet szállni a repülőgépre. Az államtitkár elmondta, folyamatosan figyelik a helyzetet, és a külügyminisztérium minden magyarral felveszi a kapcsolatot, akiről tud. Rodoszon 356 magyarral vagyunk kapcsolatban, 117 magyart érintett az evakuáció, és 53-an már el is hagyták a szigetet, vagy holnap fogják elhagyni. Korfuval kapcsolatban pedig 118 magyarról tudunk, velük vettük már fel a kapcsolatot, vagy próbáljuk felvenni a kapcsolatot, csak épp lehet, hogy nem vették fel a telefont. Tudomásunk szerint Korfun az evakuáció még senkit sem érintett. A külügyminisztérium arra kéri a görög szigetekre készülő családokat, hogy gondolják át, és ha tehetik, halasszák el az utazást. Aki pedig mégis elindul, az regisztráljon a konzuli szolgálat honlapján.